Nagyban folynak Magyar-Kanizsa községben az infrastruktúra fejlesztések. A betonnal, aszfalttal nem rendelkező utcák kiépítésére fókuszál jelenleg az önkormányzat. Velebiten és Tótfaluban is dolgoznak a munkások. Ukupná dužina kolova, za koji će se asfaltirati, je negde oko 1850 metara. Za ovu investiciju sredstva opredeljena su iz uprave za kapitalna ulaganja negde oko 25 miliona dinara i opština Kanjiža je sufinansirala sa 6 miliona dinara. Znači negde oko 31,5 milion dinara je uložen u izgradnju aszfaltnih kolovoza. Az utcák aszfaltozását szeptember 1-ig be kell fejeznie a kivitelezőnek. Így csak nem másfél hónap alatt a két kis falu összesen 6 új betonozott utcával bővül. Nagyon fontos volt nekünk az, hogy a kis településeink, tehát a községen belül lévő legkisebb települések, Tótfalu és Velebit is kapjanak ilyen infrastruktúrális fejlesztést, hiszen a falun maradása, a falusi környezetnek a városiasításához hozzátartozik az, hogy az ott élők is betonozott utcákkal és betonozott utakkal rendelkezzenek. A tervek szerint a 2019-es évben még 8,5 kilométernyi útszakasz szeretnének aszfalttal burkolni a községben. A dokumentáció elkészítésére 2,5 millió dinárt különítenek majd el a költségvetésből.